Ez a Hírek plusz a Szolnok Televízió napindító híradása január 13-án csütörtökön. Köszöntöm nézőinket! A hagyományt folytatva az idei tanévben ismét meghirdette a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara országos szakmai tanulmányi versenyét. A megméretetésre ez alkalommal több mint 350 fiatal nevezett a megyéből. A hétfőn kezdődött megyei területi előválogatónak a Jász Nagykun Szolnok megyei kereskedelmi és iparkamara adott hont. A versenyszabályok ismertetése után pontban 10 órakor ragadhattak tollat és kezdhették meg a feladatlap kitöltését a tanulók. Idén 36 szakmában mérettetnek meg a megye fiataljai. A területi elődöntőre Jászberényből a Szent József katolikus elektrotechnikai technikumból is érkeztek végzősek. Ők erős áramú elektrotechnikus kategóriában indultak. Olyan, amire számítottunk, nem volt nagy változás benne, olyan volt, mint az eddig években, szerintem viszonylag könnyű volt, és az a 60 pont meg lesz, ami kell a felmentéshez. Te hogyan látod az esélyeket a jövőre nézve szakemberként, abban, amiben nyilván tanulsz? Szerintem nagyon jó, főleg, hogy még egyetemre is szeretnék menni, és én ezt, ezt a pályát választottam, nem pedig a gyenge áramot, én az erős áramot szeretem jobban, és abban is szeretnék tovább tanulni. Elosztó hálózat, zárlatszámítás, transformátor és villanymotor. Ilyen és ehhez hasonló feladatok vártak a versenyzőkre. A legtöbben magabiztosan vették az akadályokat, hiszen az előválogatót komoly felkészülés előzte meg. Hát az iskolába felkészültük, a tanárok segítettek, Ocsko tanár úr, nagyon köszönjük a segítségét, és az iskolába hétfőként két órába készültünk, és még otthon is gyakoroltuk erre. Igazából ezt tanuljuk már négy éve, öt éve, szóval ez nekünk így egyszerű volt. Milyen feladatok voltak nagyjából? Hát volt hálózat zárlatszámítás, Transzformátor és villagmotor. Ezekkel alapfeladatok, amiket számítottuk, gyakoroltuk is. Tudjuk is. Az országos szakmai verseny célkitűzése 2008 óta a gyakorlatigényes fizikai szakmák társadalmi presztízsének és vonzerejének növelése a szakmatanulás népszerűsítése révén. A megyéből idén több mint 350 nevezés érkezett. Az erős elektrotechnikus tanulók mellett a szerdai területi versenyen a villanyszerelő és az elektrotechnikai technikus diákok szintén összemérték tudásukat. Jó esélyekkel indultak a megmérettetésen a Pálfi vízügyi technikum diákjai, akik elektrotechnikai technikus szakmában neveztek. Egyenáramú áramkörök számításától kezdve digitális elektronikán át, akár még elektropneumatikát is tartalmazott a feladatsorunk így személyes véleményem szerint sokkal nehezebb volt, mint amit néztünk bármikor is, meg ahogy a közelünk, vagy a más szakmák, ahogy közelebb állnak a ménkhez, még az ő feladatsoruk is könnyebbnek tűnt, mint a ménk. Szakmai órákon készültünk erre, mind gyakorlatin, mind el mind elméletén, igazából az elméletén többet készülünk erre, mivel a feladatlap igazából számításokból áll. A diákoknak nem csak a jutás miatt volt érdemes jól teljesíteniük. Azok a fiatalok, akik a területi elődöntőn a megszerezhető pontok legalább 60%-át elérik, mentesülnek a szakmai vizsga letétele alól, valamint a szakirányú továbbtanulás esetén 30 többletpontra jogosultak. Emellett a kiemelkedő eredményt elért versenyzők meghívást kapnak a WorldSkills és az Euroskills nemzetközi versenyek hazai válogató versenyeire, melynek győzteseiből kerülnek ki azok a fiatal szakemberek, akik képviselhetik Magyarországot a nemzetközi szakmai versenyeken. Nem volt túl egyszerűse, de szerintem elég jól teljesítettem ahhoz képest, hogy mennyire nehezek voltak a feladatok, illetve tekintve, hogy volt könnyebb feladat is, amit tudtam így, nem számítok túl rossz eredményre. Az országos szakmai tanulmányi verseny döntőjét a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara április 25 és 27-én a Szakmasztár Fesztivál keretében szervezi meg. Az eseménynek a Hung Expo ad otthont. Komoly változás jöhet az iskolai menzákon, svédasztalos étkezést és változatosabb menüt vezetne be a közétkeztetők és élelmezés vezetők országos szövetsége. A gyermekek túlnyomó többsége ugyanis nem eszi meg az ebédet, ha leves sokan ott is hagyják. A menza átalakítására jogszabály is kötelezi a közétkeztetéssel foglalkozó konyhákat január 1-től. A szónoki gyermekek szerencsés helyzetben vannak a város közkonyháin, odafigyelnek arra, mit tesznek, mit tesznek a tanulók elé. Van a burgonya, zöldség, lépa, akkor hagyma, tészta, lepirítva, szemeget, aprika, So, 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 Így készül a pirított tésztaleves a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Körösi úti konyháján. A második krumpli főzelék volt fasírtal, mely szintén hagyományos módon háziasan készül. Leszeleteljük a krumplit, amit hoznak ugye megtisztítva, egészen a gépen leszeleteljük, fölrakjuk babérlevél, vörös só. fő. Veszünk ki az értékenyeknek, ugye utána csinálunk rántást, Fele rántás, fele havarás. 20 kg van ez készítve. 10 kg rántás, 10 kg lisztből havarás. Teljel kavarjuk ki utána. rántás mikor kihűl. És akkor utána, mikor ugye a krumpli, a hagyma, a babérlevél, a só minden benne, akkor berántjuk, behavarjuk, teszünk bele cukrot, meg etetet. Itt kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy minőségi alapanyagokból készüljön a gyerekek ebédje. Erre 2022. január 1-től jogszabály is kötelezi a közétkeztetésben résztvevő konyhákat. A szabály szerint a felhasznált élelmiszerek legalább 60%-a hazai forrásból, vagy úgynevezett rövid ellátási láncon keresztül beszerzett formában kerülhet a közétkeztetők konyhájába. Nekünk minden nap a friss á, frissen jön a húsárunk, a zöldségárunk, mondjuk a zöldségárul az egy héten kétszer jön, de próbálunk magyar termékeket vásárolni, és próbálunk úgymondva változatosan főzni a gyerekeknek. Tehát egészségesen, változatosan próbáljuk a gyerekeket úgy etetni, hogy azért próbáljuk azt, hogy szeressék a gyerekek, de próbálunk velük új dolgokat is megkóstoltatni. Ablakon kiadott étel helyett a svéd asztalos étkeztetést, egyetlen menühelyet szélesebb kínálatot vezetne be a hazai menzákon a közétkeztetők és élelmezés vezetők országos szövetsége. Ez az elképzelés egyelőre várat magára. Mindezt azt teszi indokoltá a szövetség szerint, hogy különösen a városokban a harmadikosok közül is sokan elfordulnak a közétkeztetéstől. A felső tagozatosok és középiskolások közül pedig nagyon kevesen vesznek részt az iskolai étkeztetésben. Sok gyerek válogat, de ugye nagy része az ugye megeszi. Tehát próbálunk olyanokat, amit, amit tényleg azért otthon is megfőznek, tehát otthon is megeszik, de igen, van olyan, amit például nem esznek meg. Ebben a konyhában mintegy 1500 adag étel készül naponta. Ezt teszik a Kőrösi, a Kodály és a Széchenyi körúti általános iskola diákjai. Az ebéd mellett arra is odafigyelnek, hogy mit esznek tíz óraira és uzsonnára a gyerekek. Általában a tíz órai uzsonna vagy péksütemény, vagy szendvicsek. Tehát ezt így felváltva szoktuk, hogy az én minden legyen. Tehát adunk tíz órai uzsonnába is, adunk az én paprikát, borkát, tehát zöldárukat, adunk felvágottakat, Zsömlét, kenyeret teljes kérlésű kenyeret használunk. A szakmai szervezetek számításai szerint 30-40%-kal növekedhetnek a nyersanyagárak, és ezáltal a menza költsége. Egy ebéd körülbelül az óvodában 110, általános iskola felső tagozatán és gimnáziumban 150 forinttal lenne drágább naponta. Nem javult a helyzet. Továbbra is sokan a vashíd fölötti zagyva szakasz hullámterén és gátján futtatják kedvencüket. Ez eddig is tilos volt, ám november óta már önkormányzati rendelet is tiltja. Az érintett gazdálkodók a Natura 2000-es terület minden nemű zavarását elutasítják, így az oltalom alatt álló gyepen történő gépkocsi forgalmat is. Akit tilosban fotóznak le, az büntetésre számíthat. Napra pontosan egy éve számoltunk be a Széchenyi parkerdő vashíd felüli oldalán élők problémájáról. Akkor a panaszos ingatlan tulajdonosok arról számoltak be, hogy sokan a földjükön futtatják kutyájukat. Az ebek ürülékével szennyezett fű pedig, mint takarmány, gyakorlatilag értéktelenné válik. Az uniós oltalom alatt álló terület hivatlan vendégei az autósok és a kvadosok is. Nekem ebből rengeteg többletköltségem van, kicsit egyszerű nonsens dolognak tűnik, de, de mégsem. Tehát gyakorlatilag mióta itt megnőtt a forgalom, azóta gyakorlatilag elég jelentősen megnőtt nekem itt a területemen a parlagfű is. Azáltal, hogy az egybefüggő ősgyepet, ennek az összefüggő talajtakaró szerkezetét megszaggatták, tehát folytonosságában törések jöttek létre. De nem csak a járművek okoznak kárt a területben, hangsúlyozzák a gazdák. Vannak olyan kutyák, akik rendszeresen Szeresen kaparnak, tehát ők, ők, még gyakorlatilag annyi kellemetlenséget is okoznak, hogy utána a gödröt ugye kaszáláskor, kaszálás előtt vissza kell temetni. De ezeken a helyeken, ahol visszatemetjük, ugyanúgy az első növény, ami, ami kinő, az a parlagfű. A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság tavaly táblákat helyezett el a hullámtérben is, hogy figyelmeztessen a terület természeti értékére. Így gyakorlatilag egy unió szabályozása Natura 2000-es területekről. így lehet látni, hogy a veszélyeztető tényezők vannak felsorolva. A kutyák állítja a panaszos, a vadat is zavarják, ami ugyancsak tilos. Az OEB is volt sajnálatos, sajnálatos, esemény, egy őzet szagadtak meg a kutyák, sajnos nem volt tettenérés, illetve hogyha jobb időkben kijön az ember, akkor rengeteg szer szembesül az ember, hogy a folyókba úszáló kacsákat, egyéb madarakat űzik a kutyák. A problémára az önkormányzat is reagált. Az önkormányzat az elmúlt időszakban jelölt már ki kutyafuttatásra alkalmas területet itt a zagyva belvárosi vagy városi szakaszán ám nem definiálta, nem jelölte ki a két végpontját ennek a szakasznak. Ez a múlt novemberi közülésen megtörtént egy rendeletmódosítás keretén belül, és most már tudhatjuk, hogy a belvárosi zagyva híd, illetve a, a zagyva vasítja közötti terület az, ami hivatalosan ki jelölve kutyafuttatásra. A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság további táblák kihelyezését tervezi a Kánkároly útról nyíró utcák gát felőli oldalán. Úgy vélik, a szolnokiaknak is érdeke megőrizni a város egyik kiemelt természeti értékét, az agyva hullámterének növény és állatvilágát. Kedves nézőink, ennyi fért a mai hírek plusz, ugye tudják, 19 órától aktuális a nap legfontosabb és legfrissebb híreivel tartsanak velünk akkor is. Szép napot, viszontlátásra!